Hölgyeim és uraim, elérkezett a nagy pillanat. Érkezik Bob Sapp, a szörnyeteg, a 170 kilós amerikai K1-es íme. Sokat beszéltek már róla, de Józsi, ez tényleg nagyon nagy. Nagyon nagy. A bevonás az nagyon hatásos. És nagyon csúnya. Itt megy el mellettünk, hát, és nem egy hájpacni, tehát nem. 170 kg szintiszta izom. Egykori amerikai futballista volt, aki 2002-ben kóstolt bele a K1-be, meg mindenféle más ketrecharcba. Verték őt már meg, vannak szép győzelmei is, de ma jó lenne, ha megint vereséget szenvedne. Igen, többek között az Ernestót is egyszer megvert, sőt, aztán egy kétszerben az Ernestót. Tehát volt egy-két nagy fába az övében. Hát szó szerint nagy fába vágta a fejszéjét, egy hatalmas fába. A mi fiunk, Kunkli Tivadar, aki ugye, hát tavaly már hivatalosan egyszer visszavonult. De mégis egy ilyen kihívásnak nem tudott ellenállni, és 46 évesen úgy gondolta, hogy alig 70 kilósan lehet esélye Bob Sapp ellen. Óriási felkészülést hajtott végre, heti 5 edzés, naponta 2, és hát próbált olyan ellenfeleket keresni, akik méreteikben hasonlítottak Bob Sappre. Például a 152 kilós Kristóf Sándor, illetve a 110 kilós Juhász Dávid próbálta megizzasztani Kunklit. Te beszéltél, gondolom, vele a mérkőzés előtt. Mi lehet a győztes taktika? Mit kell csinálni egy ilyen monstrum ellen? A Kunkli arra fog törekedni, hogy minél közelebb menjen az óriáshoz, mert próbálgatták edzésen a nagyobb emberekkel, hogyha mindig próbál eltáncolni, akkor esetleg elérheti, és itt egyetlen egy ütés vagy rugás végzetes lehet. Abban bízik a Tivadar, hogyha közel megy hozzá, akkor elvileg onnan nem tud ütni rugni. Tivadar meg nagyon szívós, tehát ő, ha kell egy óroszáig is bír, csimpaszkori, birkozni, ütni bármi, úgyhogy... Ismerkedjük meg a küzdőfelekkel! Bob Sapp, 37 éves. 37 éves az amerikai. 194 cm magas, 38 mérkőzést vívott, 21-1 győztesen. Kétszer is megverte Ernesto Hustot, a korábbi K1-es világbajnokot. Tehát tényleg komolyan kell venni. In the blue corner, Bob the Beast Sapp. Nincsenek menetek, tehát nincs időkorlátozás. Lehet használni a térd mellett a könyököt is. Tehát majd, hogy nem, egy igazi ketrecharcot látunk majd. Kunkli Tivadar pedig egy igazi élő legenda, 390 meccséből csak egyet veszített el Kató Mihállyal szemben. 390 mérkőzést vívott eddig, 389 egy győztesen, még kimondani is választott. És bevállalta ezt a meccset. Tehát Magyarországon egy kezünkön meg tudnánk számolni, hogy hány 70 kilós honfitársunk vállalta volna ezt be. Nem kéne még egy kezet sem. Kunkli, aki egy nagyon jó kötésű 70 kilós tájboxos, de hát a másik oldalon egy igazi hegyomlás. Egy hústorony, aki nem igazán képzett, de hát azért sok minden ragadt Bob Sappre az elmúlt években. Tud ő rúgni, tud ő ütni. Bízunk benne, hogy a Tivadar kifárasztja az első egy-két perc, két-három percben, ha nem kap egy nagy ütést vagy rúgást. Ezt mondta Tivadar is, meg fogja verni. Hogy az első 2-3 perc a kritikus, ezt kell valahogy átvészelni, nem fog eltáncolni, nem fog elfutkározni Bob Sapp elől, és ha az óriás kezd fáradni, akkor jöhet ő. Érdekes meccs lesz. Hát az biztos. Én azt gondolom, évek óta nem vártak ilyen mérkőzést. Ekkora csinadrattával, mint ez. Na jön tehát Bob Sapp és Kunkli Tivadar egy K1 mérkőzésen. Sepp azonnal ráveti magát a magyarra, ugye azt mondta, hogy elfogyasztja, hiszen Bolond Kunkli bevállalta ezt a meccset, mert
idősebb is, és 100 kilóval könnyebb. Igen, és tulajdonképpen már csinál is egy mondott. Csimpaszolja a bobszepre. A bobszepre tartani kell Tivadart. És ettől fárad, és ezt mindenki tudja, hogy a bobszepnek nem sok egyére. Ez nem rossz. Ez jó, ez a taktika. Tivadar meg fogja verni, hogy ha így marad, pár perc múlva a bobszep nem fog levegőt kapni. És a Tivadar azt csinál, amit akar. Egészen Fokos. Hihetetlen képeket látunk. Ott van egy térd. És len van bobszep. Len van a padlón. Mi történt vele? Elküldik Kunklit a semlegesbe, csak úgy lehetne számolni. Rázza a fejét. Rosszul esett? Megrándult valamiért? Rosszul esett, neki biztos. És bedobtak valamit, megdobják a bírót. Hát ezt nem kellett volna. És a sarokba küldik, mi van? Ezt nem hiszem el. Többen csend a arcokon. Mehet tovább. Ezt nem értettem, mi történt. Mögöttem megőrülnek, főleg a hölgyek is, és megint nem van. A földharc nincs, ne felejtsük el, tehát ha föltápászkodik az amerikai, akkor folytatódik a meccs. Nem tudom, mi történt vele. Ezt a 170 kilót mozgatni is nagyon nehéz. Ott van a könyökös. Jaj, vigyázz, mi? Vigyázz! Tivadar. Kiesnek a ringből, hihetetlen! A bírót is elküldön, a bobszer megőrült. Én azt gondolom, hogy teljesen elveszítette a cérnát. Itt a háttérben a nézők is majdnem összeverekednek. Nehogy botrány legyen. Csak nem lesz belőle. Tivadar nagyon jól csinálja, nagyon jól csinálja, amit csak kész. Vége! Appa! Egy könyökös! Ezt vártuk. Vége, lekönyökölte, vége. Vége, bobszernek vége van. Ennyi volt. A bestia lefekült. Tivadar megcsinálta. Nem fog fölkelni. Véget ért a mérkőzés. Tivadar megcsinálta. A bestia fekszik. Tivadar megverte a 100 kilóval nehezebb bobszeppet. A csoda realitás. Hát erre nem tudok mit mondani. Tivadar nagyon-nagyon jó, nagyon ügyes. Azt csinált, amit mondott. De a bobszeppet most egy kicsit talán csalódtam. Mindenki tudta, hogy ez egy rövid és megrázó dráma igen. lesz. Hát vagy így, vagy lehet. Úgy. Tehát valakinek itt a padlón kellett végeznie. Bobszeptől kérdezik meg, hogy akkor most mi van. Bobszep nem akar felállni. Kár lenne már a fel, mert nehézen levin a ringből. 170 kilót nehéz cipelni. Ez egy sporttörténelmi mérkőzés mindenféleképpen. Tudtuk, hogy show lesz. Sokan csóválták a fejüket, hitetlenkedtek. Azért bíztunk benne, hogy tovább tart. Hogy egy ilyen párosítást eleve őrültség összehozni ekkora súlykülönbséggel. Tivadar nagyon okos. Kunkli megcsinálta. Én bízott benne, hogy ha más nem, kifárasztja az ellenfelét. De nem kell kifárasztani. Hát ilyen különbsége nagyon volt más küzdősportban szerintem. Olyan volt, hogy például a tajföldi Connor Singh neki ment egy 50 kilóval nehezebb. Igen, 100 kilós embereket, 70-75 kilósan megvert, 100-110 kilós embereket. 100? Na nézzük a lassítást! Mi történhetett az óriással? Egy könyökös. Ott van egy könyökös, ami után kifeküdt. Köszönöm, hogy eljöttetek, megtiszteltetek vele. És a bobszep nem bír felállni. Most állítják talpra, hát ez majdnem egy daru kell. És nagyon örültem, hogy az enyém vezet együtt. Köszönöm nektek! Hát ezért érdemes volt visszatérni. És kérem, szurkoljunk sportszerűen, szülő a taps bobszepnek, aki úgy tűnik, hogy el tudja hagyni a ringet. De fügykoncert közepette hagyja. De ezt tegyük hozzá, hogy most a bobszep bármilyen versenyző, a Tivadar nem régen megvert a Vörös Rolandot is, aki egy fiatal erejeteiben lévő versenyre rá meg egyik legjobb embere, és őt is sikerült megvernie, úgyhogy... A bátorság diadala, ez a győzelem. Nagyon szép volt. Csak letolhatja a Tivadarnak. 391 mérkőzés lehet egészen pontosan. A Rinder, a győztes! Ez szép volt. Óriási ováció itt a helyszínen. És mielőtt egy tanulságos meccs, ugye, hogy szívvel, jó taktikával, ésszel meg lehet verni. Aki soha hatalmas embereket is. Világbajnoki övet. Hát csodálatos. Nagyon sokat tett ezért a sportért. Tivadar arra készültél, hogy az első három percet kell átvészelni.
aztán a második 3 perc a tiéd lesz. Hát a mérkőzés pedig azt mutatta, hogy igazából 3 percre se volt szükség. Túlértékeltük a Szeppet? Hát nem, végül is a lehetőséget láttam, mert ugye amikor már összecsimpaszkodtunk, akkor a térdel már kezdtem operálni, hogy ugye jöjjön le a keze, legyen tiszta a feje, és ez be is jött, mert ugye amikor már elkezdtem térdelni, akkor már jött le a fej, és láttam, hogy tiszta a rész, és mondom, meg lesz ez. Úgyhogy nem kellett kivárnom a 3 percet. Mérkőzés előtt pár héttel beszélgetünk, akkor rendkívül nyugodt voltál, aztán a meccs előtt pár órával beszélgetünk, akkor is nyugodt voltál. De viszont amikor közvetlenül a bevonulás előtt ott álltál, szinte nem hittem a szememnek, mert akkor is a nyugalom mint a szobra volt. Tehát honnan ez az elképesztő magabiztosság és önbizalom? Hát azért ez nagyon kevés versenyzőnél látjuk, hogy ennyire jó versenyző alkat, és ennyire bírja a nyomást. Hát igen, végül is régen is ez volt bennem az előny, hogy amit ugye mondtam is nektek annak idején, hogy ha izgulsz, akkor nem tudsz közben gondolkodni. Tehát ez ugyanolyan, mint egy sakjátszma, csak annyi, hogy itt közben ütnek, rúgnak, meg éppen amit akarnak. Hát ugye az 50. meccsem után már ez eljött nálam, hogy ugye úgy megyek a mérkőzésre, mint hogyha most veled beszélgetnék. Kérdés Bob Seppről. Gondolom nem volt még ilyen ellenfeled, már tudom, hogy hasonló méretű srácokkal készültél, de mégis milyen, annyit hallottunk róla, milyen ő testközelből, te aztán tudod. Testközelből elég nagy amúgy, tehát nem gondoltam, hogy ekkora medve legyen, de ugye mert ugye felállítottam már én ezt a mérkőzést annak idején még, amikor ugye a Sásával készültünk, hogy bemenni hozzá közelbe, de tényleg azért innen is egy-kettő olyan, nem volt olyan kellemes, tehát tényleg nagyot ütött, tehát hogyha hagytam volna, hogy távolabbról utolérjen, akkor igen, tudott volna eredményt elérni. Biztos, hogy az utolsó meccsed volt? Ez 100%. Tehát ez 1000%. Most kap egy óriási trófeát emlékbe, hogy megcsinálta a szinte lehetetlen küldetés. Kedves nézők, ez volt tehát a K1 gála a Papp László arénában. Reméljük, hogy jól szórakoztak. Volt itt minden, óriási K.O., pontozásos győzelmet, könnyek, nevetés, sírás, és a végén kis ilyen botrányba fulladt főmérkőzés, de végül is magyar mosolyjal, egy hatalmas magyar győzelemmel. Minden jó, ha jó a vége. Gratulálunk. Tényleg szívből gratulálunk Konkréti Vadarnak. És a gála legvégén az összes fellépő, az összes főszereplő a ringbe jön. Viszont ne felejtsük el, hogy összesen 19 pár küzdelmét élvezhették a helyi nézők. Egy nagyon jól megszervezett gálán, ezért külön köszönet. És reménykedjünk benne, hogy lesz folytatás. Lesznek még ilyen összecsapások. We have enjoyed this beautiful show, and I am asking you to put your hands together for a big applause for the promoters of this event, Billy Bob and